üdvözlünk mindenkit! Sziasztok, ez itt egy újabb Retro Zone rész. Aki itt van velem, ahogy mindig is itt van velem, másik szakértő kolléga, Misu, üdvözöllek! Sziasztok! Na hát akkor ugye, ahogy a Most Wanted gameplay-be megígértük és bemondtuk, folytatódjon Retro Zone a Call of Duty 2-vel, COD 2-vel, tök mindegy ki, hogy mondja, angolosan codozni. Egyik hova egyébként így mondta mindig, azt mondja, hogy jössz codozni. Mi? Ja, úgyhogy tök mindegy, gyerekek, ezt a játékot mindenki ismeri, ezt nem kell bemutatni. Most kivételesen átadnám Misunak, hogy mondja az élményeit, meg hogy mikor jött ki a játék, mert nem néztem utána, de aztán 2005-ben jött ki a játék, nem tudom, ez is talán szerintem november fele. Hát őszintén ez a játék nekem annyira nem mondható maradandónak, egyszer játszottam végig, ugyannyira a kodokért sose értem, haltam multiba, játszottam majd 18 órát, de azt is inkább ilyen zombis módot pályákon, arra is nagy nehezen vett rá a haver, szóval, hogy gyere már próbálnánk ki! Emlékszem, az ilyen 2008 körül volt, 9, szóval, ja, én nekem annyira ez a COD 2 úgymond nem a szívem csücske, jónak jó játék, amit elismerek viszont, hogy még ez olyan kód volt, ami ténylegesen jó volt, nem az, hogy már ezerszerre húzzuk a börtönépezetről, csak más textúra, más sztori, alias Black Ops 2, mondjuk a 2 is sokan szeretik, Black Ops 3, mert szóval már... Óvatosan, mert mindjárt megkapjuk a kedves kódrajongók. Szerintem mindjárt szétszednek engem, szóval kövezzetek meg! Igen, hát nem is szétszednek, én megmondom, hogy az összes kód szar. Jó, ez mindenkinek a... A Modern Warfare után az összes... Igen, Modern Warfare 1-2 áramozott trilógia, az jó, az még talán, de hát a többi az, én azt mondom, hogy hát igen, megvenném DVD-sen, de így a szekrény alá, hogy ne billegjem. Ezt mindjárt jönnek a kódrajongók, hogy jó, hát az ilyen jó. Jó, hát igazából nem, ízlések és pofonok, valakinek tetszik, valakinek nekem nem. Nekem az a bajom a kódok, amivel legutóbb játszottam mondjuk. Modern Warfare 3-mal játszottam, de a Black Ops, ami az első rész, ami nekem annyira nem tetszett, hogy jó, lehet könnyű játszottam, és az volt a probléma. Csak az volt, hogy mentem, daráltam, szóval annyira, de annyira monoton volt, és annyira vártam már, hogy könyörgöm, legyen vége már a sztorinak, mert én itt szúrom magam tökön helyben, hát igen, szóval így voltam vele. Igen, ezek az újak arról szólnak, mondjuk a Modern Warfare 1 is viszont az kegyetlen jó volt. Úgyhogy minél most előjött, Chernobyl, lehet, hogy még abban is lesz Retro Zone, szóval most beszélünk a COD 2-ről. Na, én szerintem más úgy nem tudok elmondani a játékról, ugyebár ez is második világháborús, leginkább a sivatagi harcokat mutatja be, ha jól tudom, jól emlékszem, vagy egyáltalán nem is tudom, hogy még mi maradt meg az agyomban erről a játékról. Hát figyelj, van benne sivatag, ugye ott a britekkel harcolunk. Aztán van benne az elején, amikor az oroszokkal ugye Moszkva meg ilyenek, de hát ugye a multiból is ugye benne vannak ezek a pályák, aztán utána vagyunk az amcsikkal, akkor meg KN meg ezek a helyszínek ugye elvileg. Ugye itt mindjárt mission ugye meglátjuk. Szóval, ja, átadnám Tomónak ezt szót. Jó, hát na, ibza. Szóval, nem tudom, hát az a baj tényleg, hogy ez egy kéletlen jó kód, és a kedvenc kódom, maradjunk annyiba. Én viszont restelem magam, mert soha a büdös életben én nem vittem végig a single playerit, szóval nem tudom, mit kell csinálni. Most magad, érted? Most! Viszont multiba 300-400 órán van az X-Fire szerint, mondjuk ahol ezt mikor is használtok. Na, Stimálod X-Fire, igen, szóval... Még így régen így mondta valami, hogy próbáljam ki, meg így mit, tudom én. És emlékszem, hogy hát ilyen 1024-ben játszottam, mondjuk akkor már jobb procím volt, 2.8-as Pentium, meg... GeForce 7600 GS, azt hiszem, ja, de ilyen 1024-ben játszottam. Igen, van egy kép, gyerekek, 2007-ben, ahogy tudom, de az még azt hiszem, hogy a régi gépen volt. Ilyen régi CRT monitoron, és ilyen hülye kopasz fel, ilyen tök gagyi füles, és ott látszik a monitoron, hogy ott nyomom még a Moszkva pályán MP44-el, ezt mondom, lehet, hogy fölteszem Facebookra, útkor megtaláltam a képet. Azt muti már majd. 2007-es kép, gyerekek! És tudom a COD 2-t, szóval nem tudok róla mit elmondani, single, de most nem tudok elmondani semmit, azt nem ismerem. A múltja viszont kegyetlen jó, a legjobb COD, mint hangulatban, a fegyverek, a pályák, és maga a COD 2, aki tényleg játszott vele meg, akár egy videót megnéz róla, ez egy tökéletes játék, tehát
ezt így most, ezt a játékot még így megmutattam most így ugye akik csinálják a korot, hogy figyelj gyerekek, gyerekek, valami ilyesmit kérek, csak jobb grafikával, tehát második világháborús, és ugyanilyen hangulatos legyen, mert ez egyszerűen nagyon jó az játék, szóval nem tudok valamit elmondani, ilyen élmények voltak, rengeteget multiztunk, volt klánunk is, itt is, ott is, Tuzsanon, minden, Moddorcelon, szóval rengeteget játszottunk vele multiba, szóval ez egy kegyetlen jó játék. Na, Misu, szerintem kezdjük akkor, jó? Na, melyiket akkor? Jó, hát itt Misu van itt már, na most az oroszokat, az orosz küldiket semmiféleképpen nem a fogjuk megcsinálni. A DD szerintem az öngyilkosság. Igen, a DD, igen, az volt ugye a Medal of Honor-ban most még egyszer, igen, igaz, hogy itt ugye másképp van, más grafika, jobb grafika azért, de most hagyjuk ezt a Normandy partra szállás, mert hát már múltkor partra szálltunk, úgyhogy az orosz küldiket alapból nem csináljuk meg, mert ilyen majmokkal van, te nézzétek meg, hogy néz ki, hogy rákegye ki. Nézzek, ez is. Nem szeretjük az oroszokat. Mondjuk a többiek sem nagyon szimpatikusak, de mindegy. Én nem tudom, szerintem Misu, most megnézem ezt a... Ló, itt van benne a matmata, hú, ez a pálya benne volt, izébe, a multiba. Hát nem tudom, azt szólt... Jaj, nem tudom melyikkel kezdjük, gyerekek, őszintén. Jaj, ne. Nem tudom én se. Szerintem nézzük meg ezt a Hill 400 milyen lehet. Vagy de ez már vége fele van, papa? Ez már lehet, mindegy, hogy hol van, csak utána. Ja, várj, itt az izé, ez a templom, ez nem a Szent Méri. Ez is benne volt multiba. Itt az a baj, nem látom. Nézzük ezt, Misu? Jó, Hill, akkor nézzük ezt, akkor ez a Bergstein, jó? És, oké. Okay. Nem tudom, difficulty az regulár van itt ja, nekem. Jaj, az a, igen, az a, igen, easy, nagyon hard. Jó, hát ez tökéletes, hát normál tulajdonképpen. Ennyi, megegyeztünk. Na jó, akkor mehet Bergstein. Ja, hogy itt is még egyszer ki kell válaszolni. Na hát akkor jön a kód 2 single-je. Ezt az átvezetőt... mindjárt nézem is. December 7th, 1944. Ne, skippeljük igazából, nem lényeges most... Szóval Tomo, belegondol, amikor te már kód 2-szín, nekem még internetem sem volt. Szóval nekem csak 2008-ban lett netem, de még akkor se egy darabig nem játszottam így multis játékokkal. Hát nehéz volt, mert igazából havernél is játszottam vele. Azt nagyon tetszett, viszont akkor még én sem tudtam vele játszani. Na hát akkor itt vagyunk, gyerekek. Egérérzékenység, ha jól nézem, tökéletesen van alapból lehetve. Esik az eső, és itt vagyunk Bergsteinben, ugye M1 baranddal. Hát most majdnem mondanám, hogy jó fegyóval. Maradjunk annyiból, hogy nem rossz fegyó volt, bár én jobban szerettem a Kar 98-at, a lehető legjobb fegyvert, ami a világon van. Én inkább szerettem ezt találni. Jaj, itt jönnek a németek. Ja, hogy már itt nem is volt élet, most nézem, hogy az életregeneráció már működött. Hát ezt nem tudom. Ja igen, igen, hát a kód van, mi a kód, az más tudod, az nem. De a kód egyben még volt HP. Mondjál, ez gránátozik a bót! Hé, egy izé. Ja, tök MP40. Ó, oh, szar! MP44-et kéne keresni. MP40, bárj, 40 meg a 44 közt, mi a különbség? Várjál, mindjárt, hát az MP40 az régebbi, az MP44 az jobb, az izé, a... Hogy mondják ezt? Na! Ez gépkarabély. Hopp, le is! Ne, a Tom Zone cseréljem le, várjál, na! Nem, hogy két fegyverem van! Na jó, hát akkor gyerekek, én lecseréljem. Akkor én megyek Tom Zone-nal, meg megyek MP44-re. Nincs csipa vagy valami? Cseszti! Ott az ablakból. Jó kis Tom Zone, gyerekek, multiba mennyit nyomtuk. Itt a kar, gyerekek, itt a kar. Új, lecsik. Ne, én véletlenül rálátot osztam! Ó, nálam nem tudom. Melyiket kell fölvenni? F-fel, ugye? Itt van F-fel, a ki is írja. Na, egy Kar 98, a multi egyik legjobb fegyója. Nézzük, hogy mennyit futultam. Szóval visszatérve még akkor, de tényleg van Modern Warfare-ban, nekem annyira emlékezetes az a Chernobyl rész, az valahogy fú. Szóval... Na! Te ott meg! Ne bujkálj! Melyik a dobogránátot? Ja, az elvesz úrral. Ne, dobálj a gránátot!
De olyan furó, hogy dobálják, de ilyen játék már nem nagyon szoktam. Én azt trujáltam, mikor rádobtad sok játékba. És... Ja, ez nem ellen, ez nem barátod. És akkor eldobtad, és ők meg visszadobták. Na, az. Úgy, de mennyit butultam, de várjátok, mert most föl kell ülnöm. Hát most fölmennék multira, nagyon kiszednének. Hú, jaj, gyerekek, de nem megyek karra, pedig régen vagy már. A ház tiszta? Let's go! Hú, gyerekek, elbutultam, jaj, gyerekek. Ajajajajajaj, a sem a fő. Gyógyi, te még fekve lősz, aha. Büszke olyan vagyok magamra, még nem hordtam meg. Még én sem. Ahogy kefegyvert látadok. Most ezt a tézzék az egész vagyom. Ezt úgy bírtam, amikor tartom a gránátot, földobom. Olyan fura ez a játék. Nagyon fura. Ja. Ja. Ja, picsának nekem a tárcsőt. Jó, ezek a holdok annyira multiba is, ahogy... Ó, jó! Ezek a holdok annyira multiba is mennyit hallottunk. Mondjuk angolt nem nagyon hallottam, de ezek a német ordibálások, Misu, gondolom te is azért hallottad multiba, nem? Aha. Mert ja, annyira jó, hihetetlen. Na jó, menjünk előre. Esős pálya. Ah, megint itt a... Most sokan írták a medálos videó előtt, néztem tovább mellett főképp, hogy a kod 1-be volt, vagy kod 1 kiegébe volt az, amit említettem, tudod, hogy partra szállás, hogy csak lőszer kaptál, de fegyvert nem. Tudod, fő az igazság. Igazságosság. Hol a francba vagy? Ne! Nem hozzabba tanul gránátot? Nem dobtam be, de... De fura ez a játék. Már nem is. Nagyon plusz BT-et. Most merre? Kivítünk már át! Ho-ho-ho! Németeket dobtál, nem ugyanaz, már én mondom, hogy nem ugyanaz, aztán én is összekeverem őket. Szóval németeket. Nem úgy, ki írta valaki, jó, hát az ugyanaz, hát nem ugyanaz, mert akik itt harcoltak, ezek német katonák, itt nem voltak nácik, ők csak harcoltak az AZ-ért. A nácik azok voltak, akik a Nürnberg, meg az SS, ugye, akik a különböző zsidó írtásokat végezték, tehát az itteni katonáknak semmi köze nem volt ahhoz, ami történt, ugye. Csak szerencsétleneket küldték. Hát igen, szóval igen, ezért nem keverendő össze. Ők, ez olyan, mintha most izé Orbán itt föllázadna, és ilyen második Hitlerként le akarna igázni a virágot, és mi mennénk harcolni, ugye, és mi hiába nem értünk vele egyet, mi csak megyünk, igazából mi csak ilyen bábók vagyunk. Úgyhogy nekik tényleg semmi közünk nincs. Ők csak harcolnak a hazájukért. Nem tudom, Tomolta, hogy vagy vele, de én annyiszor eljátszottam a gondolat, hogy milyen lett volna, ha nem lett volna második világháború. Milyen lenne ma a világ? Szóval ez... Jó, annyira... Ez érdekes. Hát ugye a válságban azért jöttek ki a németek, mert ugye gyártás minden, hogy a világháború miatt... Igen. ...lábaltak ki, mi a?! De az a durva, hogy... Úgymond ugye bár úgy... A jó emlékszem a történelmi tudásom. Hogy ugyebár a Németország, mint Hitler, kértő Európától kölcsön pénzt, ha jól emlék, csak ugyebár Európa azt nem vágta, hogy ők fegyverkezésre fogják ezt költeni, ha jól emlékszem. Bár lehet, hogy ezt írtam. Nekem nincs információm, én csak itt pár drop videó az, hogy Portugáliát azért nem támadták meg, mert... Haj, az acélhoz mi kell? Most hirtelen elfelejtettem, de gazdag nyersanyag, most nem tudom mi a pontos, de nem akarok hülyeséget mondani. Ami ugye kell az acélgyártáshoz, és akkor megegyezett itt, hogy akkor nem támadok meg, mert ti viszont adtok valamilyen ércet. Nem tudom most pontosan milyeniket. Ugye meg...
Hát voltak ilyen dolgok. Ja, tovább? Ja. Olyan. Meg ez a durva, olvastam, hogy valami 1914 körül, igen jól emlékszem, mikor még volt első VH, volt olyan majdnem olyan lehetőség, hogy Hitler majdnem meghalt. Szóval az a durva, és meg se dögött meg. Hát voltan, hogy merényletek voltak, ilyen, olyan emlékszem, hogy amikor ilyen beszédet mondott, alá volt, bomba volt téve az alá. Mi az már ilyen színpad, hogy mi az. És gránátolok, ahogy akkor nem jelent meg anyára gránátot! Ami nem úgy a merényletre gondoltam, hanem az első viában mustárgáz áldozat felett mégis túléltem, meg meglőtték, nem tudom, hogy ilyesmi. Ja? Ajaj, várj, bocsánat, a németek. Ez hülye, ez 5 méter, ő nem lő, ez gránátozik, hát ez idióta! Képzeltetése van ennek van, nem? Mentek már. Ja, itt ezt nem működik, ez az semmi. Na! Minek? Minek az mi? Ő már meg? Jaj! MG42, ne! Ne! Na te itt ne! Jó, hát elveszem a kart. Ugrásból, vagy mikor ugrásból, ja. Ez is megvan. Jó, ezt már lédobtam. Tudom, hülyeséget mondok, de most könnyűnek érzem ezt a játékot. Hát igen. Na nem. Ja? Ezek a hangok, ezek a háttérzők, ugye ezek voltak múltiből, és ez a lövés, meg ez a... Annyira most felidézik benne, amikor itt toltuk a múltit. Na, itt minden, és katok merre? Haló? Te hol tartasz? Most töri be az ajtót, ez a Szent Randall. Jaj, most igen, oh. Van, ja, Panzer, izé, van, mi ez már, a páncélökről egy most lőtte ki a házat a csávó. Jól, ez lángszoros! És már gránátozik a né... És ide is, mi a? Hihetetlen, hogy milyen gránátosok ezek. Jó, azt ki kéne látottam, nem? Na, hogy én menjek előre. Jaj, de jó pofik vagy csak. Na? Figyelj, pattintós. Na, ott vagyok a templom körül. Én is mindjárt, igen. Ja, hogy át kéne menni. Hopp, itt egy izé. Ja, hogy ez nem jött. Ójjaj. Jaj, nem is tudom, melyik játékban volt a végén írva, hogy a... Mit most? Egyetlen egy marha se vesztette életét a játékkészítés. Ja. Során. Istenem. Hogy lőnek a bárra? Ez megint! Na jó, ezt most visszakapott a szemét, ott a gránát, ott van, haló? Hajj már meg! Hogy lehet ott? Itt nem beszélek németül, most ide be fogunk törni, hallod? Na, ott már voltam. Lőrébe? Törbe. Oké. Mi most kéne jelenni? Törbe. Oh, mi ez a gránát kidobta? Ó, plán, mi érzik a szemem? Menjétek innen! Go! Menjél kempelnek itt bent! Mi a... Manó! Fönti szint, figyelj! Ilyen szórakozom. Ja? Figyelj! Pár gránát felmondoltuk itt már nem sok. Jaj! Ójjaj, mennyi német van ott, ójjaj! Jó, jaj, gránát! Igen, most itt a... Pár német, ezeket megtettük. Na ne! Oké, church mehetünk! Jó, a Panzerwerfert kell diszt... De mivel diszt... Gránát! De hol, várjál? Nem, ott... Nem, robbantani kell, ott világít, rá kell tenni a bombát, na már el, hogy kit kimenni?
Aha, jó, lóbc is van. Na, skacok, nyissátok ki nekem egy szíves. Ja, ki van nyitva, jó van, ők köszi, köszi skacok. Hopps. Hát de nem mondtátok, hogy jönni fognak, he? Ugye jól néz ki, gyerekek, élőbe egyen. Ugye itt voltak a rakéták. Ilyen a Companion Filus, most azt mondom, hogy simába. Én azt hiszem a kettőben nincsen, de a simában volt, vagy a szemmódokkal volt csak, de ez tök jó, lövi a rakétát. Vagy volt csak, azt hiszem ezt úgy kérdezi, hogy ezt a sima láncdalpos kiosztat, és külön rá kell tenni lőszerére ezeket a... De az elég durva meg lehetett bombázni, még én is van benne, jó, robban. Ennyi? Látod, nem? Most ő robban csak ezt tudod, hogy a zombár német, és meg kell tisztítani, jaj, meg kell tisztítani a templomat. Haló! Csókolom, nem működik, Bözsi néni! Itt a gyújt, nem működik a csengő! Oké, okay, kész a pálya. Continue. Már mindjárt meg kéni, csak 12 töltényem van. Vagyunk, hogy ne szorkozzon, én nincsen töltény, ne! És most? Bözsi néni, nyisd ki az ajtót! De kemény, kirúgtad, ó, de kemény. Ennyi. És szól a szép zene, a kapitalisták zenéje. Szerintem ennyi a múgya, itt jönnek a csehát. Hogy jönnek a kocsinkon? De érted, megtisztítjuk öten, és utána jönnek vagy 20-an. De miért nem előbb jöttek, és akkor hamarabb készen vagyok? Nagyon jó, nem? Hát, ja. Most azok ott fostak? Na jó. Vicc sztori. Ó, rohanni kell. Lol. Continue mission. Én most nem... Ó, gyerekek, hú, a hátam az. Ilyet rohanok még. Ez a... Ja, úgyhogy hát igazából ennyit volna ez a pálya rész. Maga. Na, és büszke vagyok magamra, este se haltam meg. Kik ezek itt, te ne elmenek. Hát igen, ennek az elég hosszú a single része, szóval... Igen, ez még jó volt. Na jó, én most nem rohanok velük, hanem szerintem elbúcsúzunk. Ja, ennyi lett rohanjanak ők maguk. Ott kettő single player még hozzá, egy AMG misszió, amit megint megcsináltuk Misuval. Reméljük, hogy tetszik ez a játéknek. Aki még nem látta ezt a játékot, és még nem próbálta, az feltétlenül próbálja ki. Mert ez egy kegyetlen jó játék. Úgyhogy... Steamen is egyébként fönn van 20 euró. Jó, drága! Volt, és nem vitték le 5 euróra, mert 5 én megvettem, a 10 én nem veszem meg 50%-osban, mindegy, kapitalisták. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, köszönöm, hogy itt volt ismét Misu. Hamarosan jövünk egy újabb retrozón résszel, amiben nem mondjuk, hogy mi lesz, mert most még most két játékunk van, de még nem tudjuk, hogy melyik lesz hamarabb, de jövünk egy újabb játékkal, ilyen, hát ilyen kb. Ilyen 2004-2005-ös játék az is. Tényleg köszönjük szépen a figyelmet, ennyit van tényleg a COD 2, most már nem dumálok ennyit! Sziasztok! Sziasztok!